Szia Imola! Te már ugye voltál korábban Svédországban, most ismét visszatértél. Hogy érzed magad, milyen volt az eddigi felkészülés a szezonra? Nagyon jól érzem magamat, köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség így a karrierem szempontjából, hogy visszatudtam térni Svédországba. A csapatot nagyon-nagyon szeretem, nagyon jól érzem magamat. Ott úgy érzem, hogy be is fogadtak így az első naptól kezdve, nagyon segítőkész mindenki. A felkészülést ugye egy kéthetes válogatott edzőtáborral kezdtük, úgy igazán, ugye nyári programok után. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alapot adott nekem oda a svédországi életemhez, és ugyanúgy megyünk tovább. Most pedig itt az első tábor Füssenben, és az első mérkőzések az idei szezonban. Milyen volt eddig ez a két nap, és mit vársz a tornától? Nagyon jól érzem magamat itt is. A lányokkal nagyon-nagyon jó újra találkozni, és megbeszélni a kis dolgainkat. A felkészülés az szerintem nagyon jól halad. Az elmúlt két nap az edzések nagyon-nagyon jó hangulatba teltek, nagyon sok mindenen dolgoztunk, így viszonylag rövid távon. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 3-4 nap még nagyon sok jót fog hozni nekünk, és izgatottan várom az első meccset.